A pécsi távfűtő helyzetéről is beszélt a Fidesz frakció vezetője a keddi rendkívüli közgyűlésen. Csizmadia Péter azt kifogásolta, hogy osztalékot vesz ki a cégből a baloldali városvezetés évek óta. A Pétáv az önkormányzat és a pécsi hőerőmű francia tulajdonosának közel fele-fele részben közös cége. Így a pénzt is felezni kell. Miközben ha bent hagynák, akkor fejlesztetnének belőle, mondja a politikus. Durván 700 milliónak a fele, 350 millió forint, az kikerült az önkormányzati szférából, és ez a francia multivállalatot gazdagította. Nyilvánvalóan ezzel a Pétáv működése az megnehezült, és ismerjük azokat a folyamatokat, amik idén elindultak, tehát az energiaáremelkedéstől kezdve a minden költségesebbé vált, még a Pétávnak is. Tehát éppen, hogy ezt a céget megerősíteni kéne. Nem pedig kifosztani, fogalmazott a frakció vezető. A város gazdasági alpolgármester azt mondta, korábban ugyan vette ki pénzt a cégből, de idén nem fognak. Ruzsa Csabát a pécsi buszközlekedésről is kérdeztük, amit sok kritika ér a városban. Az alpolgármester azt mondja, vannak elképzeléseik az önkormányzat buszos cégének fejlesztésére. A zöld buszfejlesztési program továbbvitele lehet egy hosszú távú megoldás. Ennek egy része révén a sofőrbéremelést tudnánk hosszú távon stabilizálni, és az energiaköltségeket is. Ez az anyag elkészült, benyújtottuk egyébként azóta több körbe, és én bízom benne, hogy az uniós megállapodás Magyarország és a kormány között még mondjuk utána őszre reményeink szerint megszületik, akkor ez egy újabb lendületet tud kapni. Addig természetesen a város finanszírozza a tükét, közel 3 milliárd lesz szerintem az idei. Éppen a sofőrök megtartása az egyik legnagyobb probléma, amit meg kell oldani a cégnél. Mint ismert, egy év alatt a sofőrök 10%-a hagyta el a céget jobb fizetésért.